Önjáró, önvezető, autonóm, emberi beavatkozás nem igénylő, mesterséges intelligencia. Hetedik nap megpihent. Robot. Üdvözlök mindenkit, nem a Pletikus Csárpád, a témán pedig autonóm robotok tervezése, illetve ezek ipari, ipari területeken való használata. Kezdjük a legelén. Az önvezetésnek jelenleg hivatalos szempontból öt szintje van. Első szint, valamilyen, rend, valamilyen részét a vezetésnek átveszi egy chip által vezérelt terület, tegyük fel tempomat. Emelje fel a kezét, aki hallott, vagy illetve az autójában van tempomat. Szép, szép, szép. Első szint, gratulálok, megvan. E, második szint, mit is jelent ez? Egy részét a vezetésnek átveszi egy teljes számítógépes rendszer, tegyük fel sávváltás. Itt esetleg olyan a személy, akinek az autójában van sávváltás? Valaki? Ez egy tíz évvel ezelőtti technológia. <laughs> Ez azóta már létezik, Mercedesnél, uh, stb. -nél már létezik. Harmadik szint. Tesla. Jaguar i -Pace. Volkswagen IQ3. Uh, BMW i3. Ezek mind olyan autók, melyek már a szlogenjükbe, a promóciós felvételekbe arról szól, harmadik szintű automatizáció. Mi lesz az az ötödik szinten egy, bizonyos olyan, egy olyan világot fogunk látni, illetve egy olyan világban fogunk élni, ahol az ember a maximális szintig opcionális. Ő egy taxival utaztatott személy lesz, de valószínűleg nem lesznek saját járművek, mindenki bérelni fogja, ezek automatikusan járni fognak. Az ember egyetlen ponton tud részt venni, az elég szinten lesz ilyen esetleg, amikor az emberek egy bizonyos habokba bizonyos területeken virtuális valóság segítségével kon, ö, kormány előtt időnként be lesznek kapcsolva a vezetésbe. Ez egy olyan pillanat, ezek olyan pillanatok lesznek, amikor a jármű egyszerűen nem tud döntést hozni. Ö, olyan szituáció állt elő, ami még soha nem történt, még soha nem látott a rendszer olyat, gőzes is mit kell tennie. Tudni kell, tegyük fel a Tesla, ö, 024 24 ben minden járműben autom, mindig be van kapcsolva az automatikus önvezetés, nincs annyi, hogy nem aktív. Folyamatosan ő dönt, hoz döntéseket, és az ő által a hozott döntéseket összehasonlítja azokkal, amiket a sofőr hozott meg. Így fejlődik a rendszer, ez a hatalmas előnye a tesla hatalmas adathalmazzal dolgozik. Ö, amint már mondtam a ott az ember még ö, a, 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 opcionálisan benne lesz, ötödik szinten az autók már nem ezek a mi utainkon fognak közlekedni. Olyan infrastruktúrák lesznek létrehozva, melyek teljes mértékben kontrolláltak, illetve az automatizált járművek számára létrehozott. Urbanikus környezet lesz. Ez mikor következhet be? Hazátövegesen 20-tól 40 év mire teljesen átáll a környezet. Azonban van erre, erre, erre létezik-e prototípus? Természetesen az iparban már több éve, legalább 5, akár 10 éve. Automated Guided Vehicle. Ezek olyan berendezések, melyek jelen pillanatban vonalvezetésre, vonalvezetés segítségével, illetve más környezetében elhelyezett lokalizációs algoritmusok segítségével határozza meg jelenlegi pozícióját, anyagáramaltatásra szolgál, legfőnként, és amit már mondtam, embertől teljes mértékben független. Legjobb példa Amazon Kiva Systems. Ez a rendszer, a Kiva Systems, Kiva Systems az Amazon felvásárolta pár évvel ezelőtt, és azóta az összes raktárterületében, illetve a főbb raktárterület, akár legyen a most épülő óriás raktárról Kínába, illetve bármelyik lokális egységről Amerikába. Kiva Systems által já, működtetett, illetve rendezett csomagkezelés aktív. Mit is jelent ez? Az emberek a raktárban töltött anyag közlek, anyagmozgatás negyedére csökkent, nagyjából két és fél milliárd amerikai dollár megtakarítását, megtakar, megtakarításához vezetve ez, a céget ahogy a technológia fejlődik, természetesen az interfész, illetve a felhasználhatósága ezeknek a bizonyos technológiáknak, legyen szó szoftverről vagy hardverről, mind-mind felhasználó kezdett válni, ami egyértelműen ahhoz vezetett, hogy a fiatal generációkhoz egyre hamarabb, egyre magasabb szinten nagyobb százalékban tudott eljutni a technológia és azon annak bizonyos vívmányai. Ez 1998-ban a Eurobot Euro Association nevű szervezet megalapítását ahhoz vezetett, ami lényegében az ipar és az ifjú és a fiatalok közötti szakadék áthidalására azt tűzte ki céljául. Franciaországban alapult meg, és ezen a versenyen volt lehetőségem részt venni csapatommal, idén, illetve a 2017-es, 18 as tanév folyamán is. A jelenlegi munka 2018-19-es évi kutatás eredményét fogja szemléltetni. Ezt a, ezt a folyamatot, tervezés folyamatot kicsit több mint egy éve kezdtük el. Tavaly szeptember 18-án jött ki egy előzetes leírás, versenyleírás, melynek minden évben különböző témája. Idén az Atom Factory volt a témája, mely a periódus rendszernek az évfordulójának fényében, illetve mennyelej fényében zajlott. Az idei írásban szereplő pálya egy 3 méter x 2 méteres alapterületi pályát adott nekünk lehetőségül, melynek egyidejűleg két csapat verseng, a sárga, illetve a lila a térféren. Mindkét csapat két autonóm járművet, ö, lehetőséget két autonóm járművet tervezzen, ami azt jelenti, hogy teljes mértékben mindenféle kommunikáció, külső kommunikáció a járművekkel teljes mértékben tiltott volt. Önálló döntéseket kellett hozniuk, önállóan tud, kellett tudniuk, hogy már közlekednek, hol tartnak abban a pillanatban, és hogy hol, jelen, hol tartózkodik az ellenséges csapatnak, illetve a párhuzamos csapatnak az egységei, úgy, opcionális katasztrofia, ütközés elkerülése érdekében. A pálya, pálya leírásáról röviden, idén úgymond atomokat kellett rendeznünk, háromféle szín volt, sorrendben kék, zöld és piros, Ezeket a valóságban jégkorongok szemléltették, melyek különböző színkóddal és különféle súlyokkal voltak ellátva, és azokat kellett pálya mentén, illetve pálya mellé felfüggesztett pozícióból színek, illetve súly szerint sorrendezni. rendezni. A pálya közepén közepé látható egy mérleg, ez alap érte, egyértelmű mód, amely csapatnak nehezebb a mérlege, az kap több pontot. És volt még egy érdekes rész, mindig szándékosan hoznak, illetve generálnak olyan szituációkat, melyeknek, melyeket a robotoknak fel, meg kell tudniuk oldani, és ezek a szituációk függetlenek az, elő, az, elő, az előzőkben leírtakhoz. Idén is nagyon okosan megoldották egy igen sok pontot vívő feladatot, az ellenfél térfelére helyeztek. Minden, ami fel, hogyha lila oldalt nézzük, minden, ami lila színnel van, azokon a területeken tudtunk mi dolgozni. Itt, hely, itt elhelyezkedik egy, egy jégkorong mely egy lejtőn legurulva kiszabadítja az úgynevezett Goldenium nevű hokipakot, jégkorongpakot, amely a legnehezebb, és ezáltal a legtöbb pontot vitt, és ezáltal nagy, lehetőséget, nagy, nagy, nagy bizonyossággal meg tudtuk mondani, hogy mi fogunk nyerni a mérlegen, hogyha ezt a feladatot sikerrel teljesítjük. A terep már, mint említettem, egy 3x2 méteres alapterület, laminált felület, melyen egyenes és egyenletlen területek is részt vesznek. Itt látható emelkedő, ami nagy nehézséget jelent ezeknek a mi járműveink számára, ugyanis, ugyanis ezek a mire járműveink két, ö, két meghajtó kerékkel rendelkező, illetve a, a síkot meghatározó harmadik pont ö, létrehozására omnidirekcionális kerekeket használtunk, abból is kettőt. Tehát ezáltal már négy pontban határoztunk meg egy síkot, ami bizony nagyon ö, nagyon is, hogy hogy tudunk ezáltal egy emelkedőn, ami már ugye, térbeli alakzatként ott azon ö, dédalmaskodni, későbbiekben kitérek rá. Minden robotnak egy bizonyos homologációs folyamaton kellett átesnie, amely külső, úgy külső, mint belső ellenőrzést jelent. Át kellett menni bizonyos külméreti, méreti ellenőrzéseken, illetve felhasznált elemeket pontosan kellett dokumentálni, hogy miket használunk, miket alkalmazunk, és esetlegesen milyen veszélyeket, esetlegesen veszélyes elemeket, mint például elemeket előírás szerint kellett tárolnunk feladatokról már szó esett. Hogy is indul egy ilyen tervezés? Stratégia. Az a leírt feladat alapján meg tudtunk határozni, saját magunknak fel tudtunk állítani bizonyos stratégiákat, amelyek tökéletes alapot nyújtottak az alkalmazandó mechanizmusok, illetve berendezéseknek a tervezésére, hogy vajon mik, mik a prioritások, statisztikailag felmértük, hogy mi módon tudunk legtöbb pontot összegyűjteni, mi módon tudunk legbiztonságosabban legtöbb pontot is összegyűjteni, és mi az a rizikófaktor, amelyik legjobban rá, ö, utal, legnagyobb faktorra, ahol tudunk véteni. Amint már az előbb is említettem, itt ez a mozgás a legkritikusabb, amikor az ellenfél térfelén vagyunk, ugyanis, hogyha ütközünk a másik robottal, és mi bizonyulunk hibásnak, igen komoly szankciókat vetnek be. Mi esetünkben először a piros vonalak mentén haladtunk, majd a sötétkék által kiszabadítottuk a legnehezebb pakkot, azt kivettük az ő helyéről, elszállítottuk a mérlegre, majd biztonság biztonságkép a kis robottal, az, amiről a a, 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 a téma foglalkozik, illetve a prezentáció szól, levédtük a területünket, hogy az ellenfél ne tudjon kárt okozni a már összegyűjtött pontjainkban. Természetesen több stratégiát több, több fel kell állítani, ugyanis ez a verseny részben arról is szó, hogy látod, mit csinál az ellenség másik csapat, és amikor legközelebb tiketten kerültek a terepre, akkor szándékosan olyan mozdulatsort állítasz magadnak össze, mely akadályozni tudja akár a másik csapatnak a sikerét. Ez miatt ugye több taktikát is felállítottunk, végül csak a fő és mellég, és az egy darab melléktaktikánk mellett döntöttünk. Modulok. A nagy az, előbb említett feladatok elvégzéséhez kellett nekünk atomokbegyűjtésre szolgáló modul, ami a Földön egy túromechanizmust jelent, a goldénium kiszabadítására szolgáló mechanizmus, ennek a legnehezebb, legjelentősebb paknak a begyűjtésére szolgáló mechanizmus, illetve a legején említett emelkedővel való megbirkózásra szolgáló mechanizmus. Kezdjük az összegyűjtő mechanizmust. Sokat gondolkodva azon, hogy hogy is tudnánk ezeket a pakokat összegyűjteni, ez a földön le a pályán egy 300 mm-es sugárt átmérőjű kört jelentett, ahol hajtókosan voltak elrendezve a pakkok, és nem tudtuk őket előreláthatóan, hogy pont hol fognak lenni. Ezért egyszerű logikával úgy döntöttünk, hogy csinálunk egy olyan mechanizmust, melynek fesztáva nagyobb, mint 300 mm, és mint egy bekotrunk bekotró, minden földön lévő pakkot a kezdő pozícióra, ahol számunkra a legmegfelelőbb pozíciót jelentette. Ez kettő darab szervomotor használatát és 3D nyomtatott elemek igénybevételét jelentette. Itt látható a kettő motor, illetve a kettő darab 3D nyomtatott elem. A, a kiszabadításhoz, amint már említettem, egyetlen jégkorong pakkot kellett egy, bizony, egy lejtőn legurítani, amihez elég volt az egyesúlyi az állapotából egy instabil állapotba hozni, melynek következtében az inerció a gravitáció hatására ő önmagától legurult azon a lejtőn. Ez gyakorlatilag egy úgymond mondhatjuk pofozó rendszernek a, a alkalmazásával értük el, ami a robot oldalán helyezkedett el. Talán a legnagyobb feladatot az jelentette, hogy hogyan is tudunk egy lineáris mozgást elérni, közben, hogy kicsi a költségvetésünk, a pneumatikát igyekszünk minél jobban elkerülni, azonban hogy ezáltal elektromotorok, tehát rotációból hogy alakítsunk át effektíven lineáris mozgást. Végeredményként egész, egész kézenfekvő, hogy persze használunk egy fogaskerék párt. azonban egy ilyen folyamatnak is nagyon sok hátulütője van, és talán ez bizonyult az egész roboton a legösszetettebbnek, ez szolgált a kiszabadított goldinium jégkorongpaknak a begyűjtésére. Mondtam, hogy kézzük, igyekszünk elhanyagolni a pneumatikát, azonban mégsem lehetett, ugyanis a felületünk simán volt, és ezért a legegyszerűbb és a leggyorsabb megoldás az bizony a pneumatika alkalmazása volt, azonban ebben az esetben mink a negyedik pontú sík síkmeghatározás eltüntetésére, a negyedik pontot a negyedik omnidirekcionális keréknek az eltüntetésére használtuk a képen látható mechanizmusnak köszönhetően itt egy szelep, egy magas nyomású légtartály, hidraulikus pneumatikus cilinder, és az alul található omnidirekcionális keréknek a robotba való bevonását tettük lehetővé ennek a megoldásnak köszönhetően. A meghajtás az kettő meghajtott kerékből, illetve a meghajtott kerekekkel tengely, mentén oldalról való szabadon mozgó kerekeken keresztül mértük a pozícionálást. Ezekre enkódereket erősítünk, inkrementális enkódereket, melyek a vezérlőegységnek, vezérlő elektronikának lehetővé tették a pontos pozíció követését, illetve a predikciót. A vezérlést egy x 2.0 nevű egyetemen fejlesztett elemnek a használatával tettük lehetővé, és ezen számtalan elem található, mely teljes mértékben megfelelt a mi igényeinknek. Eredményként a képen látható robotot kaptuk, ez alapterületét tekintve 270x190 mm, és, illetve 350 mm magas konstrukció. A látható túrómechanizmus, illetve a goldium kiszabadítására szó mechanizmusok itt láthatóak. A különféle biztonsági szempontok alapján kellett még Total stop biztonsági kapcsolót használnunk mert teljes, teljes teljes robotot áramtalanította, ezáltal, biztons, ezáltal tudtunk közbeállatkozni a nem megfelelő pozíciókba. Végszöként szeretném megemlíteni, hogy mint a kutatásban többször is fel, felmerült problémáinkat, igyekszünk a későbbiekben javítani, mint a súrolódás, az rosszul rossz elektronikai infrastruktúrája, illetve a nem megfelelő odometriai kerekek használata. Van egy dolog, a kutatásomnak a folytatásként mindenféleképp szeretnék az ipari területekről áthaladni a szociális, illetve a nem ipari környezetekbe. Legegyszerűbb példa, hogy mire is lehetne ezt használni, például idősek segítésére. Az ő általuk már nem, opci nem lehetséges műveletek elvégzésére, illetve ezeknek az egésznek az implementálása, illetve az a világ, amelyben már egy automatizált világ vajon hogy, hogy is, tudnánk elérni egy automatizált világot. Köszönöm szépen figyelmet. Mindenféleképp szeretném megköszönni a kollégium a Sapiencia Hungarik Alpítványnak, melynek kollégium talentum ösztöndíjasa vagyok, akik lehetővé teszik, hogy a későbbiekben tudjak foglalkozni a témával, és ki tudjam bővíteni a mostani iparban használt, használható prototípusnak a fejlesztését egy ipari 5.0-as rendszernek a, a részesévé. Köszönöm szépen!